Váradi Krisztina már gyermekkora óta rendszeresen sportol, azonban komolyabban 2005 óta űzi a nehézatlétikát, azon is belül a súlylökést és a diszkoszvetést, az utóbbi a fő versenyszáma. A közel másfél évtized alatt számos versenyen indult a sportoló. Az elmondása szerint a legbüszkébb a 2010-es ifjúsági olimpián megszerzett dobogós második helyezésére volt, még 16 évesen. Ma már a felnőtt mezőnyben indul, és az országos ranglista a harmadik helyezését sikerült megszereznie, azonban nemzetközi eredményeket is szeretne. U23 az a legutolsó, tehát 23 éves kor után kerülünk át ugye a felnőtt mezőnybe. Hát itt az a legnehezebb, hogy itt most per pillanat összekerültem Márton Anitával, tehát egy korcsoportban felnőttként versenyzünk, ami ugye 23 éves kortól 35 éves korig van, onnantól számít az ember már veteránnak. Úgyhogy nagyon-nagyon sokan vagyunk, ugye a felnőtt mezőnyben, így sokkal nehezebb teljesíteni, de próbálok helytállni. A sportoló megosztott a stábunkkal, hogy évente egyszer rendezik meg a felnőtt fedett pályás országos atlétikai bajnokságot, amelyre most hétvégén kerítettek sort. Erre Magyarország legjobb 12 súlylökője nyer meghívást, ahol egymás ellen versenyezhettek. A megmérettetésen Váradi Krisztina is indult, aki beszámolt az eredményéről. Súlylökésben tudtam ugye elindulni, itt harmadik helyezést szereztem, ami nekem most nagyon jó, mert sérülés után vagyok. Az eredményem is nagyon jó lett, mert ez a második legjobb fedett pályás eredményem. A 16. évben sikerült egy 2 centivel jobbat löknöm, tehát az is szinte sem ennyi. 14 méter 45 centivel zártam a dobogó harmadik fokán, és Márton Anita után, tehát azért ezt is ki kell hangsúlyozni, én örülök az eredményemnek, és innen szeretnék a nyári szezonra is épülni. Sajnos idén nem lesz nemzetközi verseny, amelyen bizonyíthat a sportoló, de a márciusban kezdődő barátságos mérkőzések jó felkészülést biztosítanak a jövő évi rangos megmérettetésekre.